kávé és a képzőművészet szerelmeseinek kedves Cirok Robert kiállítása a Babits Mihály Kulturális Központban. A Dark Side című tárlat Csillagok háborúja tematikájú alkotásokat vonultat fel, amelyek különleges, sötét pörkölésű kávéval készültek. Az alkotó azt mondja, nem véletlen a témaválasztás, ugyanis számára gyerekkori emlékeket idéz elő. Ezért a karakterek is a trilógia, illetve a hármas trilógia első részeinek a karakterei. Tehát ezek szép emlékeket idéznek bennem. Többek között az általános iskolában nagyon sok csillagok háborújás karaktert rajzolgattunk mindenki több-kevesebb sikerrel, de pont ezt szoktam mondani, hogyha álmomból felkeltenének, akkor egy Darth Vadert még mindig le tudnék skiccelni. Persze nem ilyen részletességgel, mint ahogy ugye ezek a képek fotó alapján készültek, nem ilyen részletességgel, de még mindig élénken bennem vannak azok a vonalak. Az egyik kis, az Artuditu kis robotot meg is hagytam ilyen skicces, vázatos formában pont emiatt, hogy tudjak róla beszélni, vagy meg tudjam mutatni, hogy ezt annak idején körzővel és vonalzóval szerkezgettük ki, vagy én legalábbis. Cirok Robertet Vinorel borfestményeiről és Zaccárt Fantázia nevű kávé festményeiről már jól ismerhetik. Márk Várgyani barátomnál kiömlött a papírra, és akkor elkezdtem vele kísérletezgetni. Miután ez beállt, ugye ez ment 6-8-10 éve már, utána pedig valahogy felvetődött a dolog, vagy talán szembe jött velem az interneten, hogy igen, hogy volt egy srác, aki Marvel képregényeket és figurákat festeget kávéval. És akkor gondoltam, hogy hát ez a kávé festmény amúgy miért lehetne portrékat. És akkor jött a Tóth Sanyi, aki becsatlakozott ebbe, hogy na majd ő készít olyan kávét, amivel frankon, tehát egy olyan speciális pörkölésű és töménységű kávét, amivel frankon meg lehet ezt valósítani. Az első portré, amit festettem, ő pont a Sanyi volt. Sanyit festettem meg a születésnapjára kávéval, a saját kávéjával. Az alkotások klasszikus akvarell technikával készülnek. Most már nem esem abba a hibába, hogy a kép megfestése pár óra, 4-5 óra. Így csak mindig elfelejtem mondani, csak ezt előtte meg kell rajzolni. Tehát ezt előtte ki kell rajzolja. Mondjuk a 14 kép megfestés és megrajzolás az egy ilyen 2 hónapos munka volt körülbelül, de másfél biztos. A rajzolás az hosszabb idő, ami ugye a képeken nem nagyon látszik, mert utána vagy kiradírozom, vagy pedig törekszem arra, hogy eltűnjenek a segédvonalak, és egyéb ilyen trükkök is vannak benne. Szóval most így konkrétan nem tudom, de maga a festése 4-5 óra legalább, és utána még mindig visszanézem, miután megszáradt, és akkor javítgatom. Hosszas, de nem egy olajfestmény méretű, vagyis nem egy olajfestmény úgy a technikából adódóan. Itt, ha megszárad a papíron a kávé, akkor utána már elég nehéz bizonyos effekteket létrehozni újból. A kiállítás, mely a Star Wars klasszikus sorozatának szereplőit sorakoztatja fel, március 30-áig tekinthető meg a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában.